Eljött a nap, hogy a 880-ast felpofozzuk, ugyanis már megjöttek az alkatrészek maradéktalanul, mutatom is. Itt vannak, kérlek szépen. Ugye 880-as bontottal, nem is tudom, néhány hete, két hete, egész pontosan egyenes adásba lett elbontva, és fel lett térképezve, hogy mik a cserélendő alkatrészek. Hát most ugye megérkezett végre minden. Itt egyetlen egy kakukktojás van, az utána gyártott Farmer Tekes kipufogó, ami egész jól néz ki, tehát rendesen benne van a folytás, meg van fönt az elvezetése a kipufogógáznak, viszonylag szépen, viszonylag, hát arra mennyire ezt lehet mondani, meg is van heftölgetve ugye ponthegesztéssel. Ezek a kis baratocskák. Szóval, hogy meddig fogja bírni, az a jövő kérdése. Hát, ha nem bírja csak egy szezont, két szezont Pistikénknek, majd nem lesz rá gondja, mert a kertmotornál most már lehet kapni a 880-as kipufogót, utána gyártottat, standard. Tehát, ha valakinek kell, akkor kertmotor. Ugye, beszéltem az Adriánnal, és ez lett a vége, hogy hozatott, és mondta, hogy most már lesz akkor ez is, úgyhogy lehet kapni ott. Van itt egy fullos légszűrő, egy zsirúj, egy két új főtengelycsapágy, tömítés, egy blokktömítés, hengert a kipufogóhoz a tömítés, illetve a főtengelyszi meringek, hoppá, két gyári kompressziógyűrű, 60-as méretben, egy karburátor felújító, ez megy majd bele az ultrahangba, miközben bíbelődök a gépsárkánnyal. Itt már elő vannak készítve az apróságok, kis fémalkatrészeket eltakarítottam, kuplungja tökéletes, lánckerék még elmegy, azt nem fogjuk cserélni. Itt a főtengely megy be a fogyasztóba, itt a kincstár dugattyunk gyönyörű állapotba, hát ezt is lekefésztem, amennyire lehetett, ugye jó lesz ez így, én úgy gondolom. Itt meg a kipottyant alkatrészek, tehát kipufogó, a légszűrő, a kipufogó felfogatása, rossz tömítés, rossz csapágyak, szimeringek, illetve van itt egy 404-es betétgyűrű, amit szintén cserélni fogok, csak azt még nem szedtem elő a szekrényből. Hát ez le van zabálva kegyetlenül, tehát ez nem hiszem, hogy vissza fogom rakni. Úgyhogy, ja, meg egy új gyertyát még kapni fog majd, azt is a szekrényből. Úgyhogy ennyi. Ott van a gép, kosárba, el van mosva szépen, itt vannak a idomok, minden ott van benne, úgyhogy rakom be a fagyasztóba szépen a főtengelyt, meg a csapágyokat. Ahogy elnéztem, hál' Isten nem kell ragasztani, néhány század eltérés van itt a illesztési felületen a csapágytól, tehát megpróbáltam az új csapágyat kézzel feltolni, azért is van kibontva. Hát nem sikerült, mert már az elején megszorult. Úgyhogy aztán rámértem, és arra a döntésre jutottam, hogy nem fogom ragaszgatni meg semmi, mert illesztése tökéletesen fog passzolni. Tehát megy be a fogyasztóba minden, és szórom össze. Ugye, mert itt az volt a fő probléma, emlékeztetőül, hogy a már kibányászott csapágyban megforgott a főtengely, de ahogy méregettem és nézegettem, én azt láttam, hogy a csapágynak a belsejét zabálta meg inkább. Maga a főtengely az még viszonylag, az a része az ott teljesen jó. Hát 300 milliméter nem fogunk ragaszgatni. Meg nem is, szerintem amúgy is nem is nagyon lehet. Na, jövök vissza akkor majd kis bejátszásokkal. Hajrá!
a gyereket, tehát milyen okosan tettem, hogy nem álltam neki a gépnek addig, amíg meg nem érkezett a kipufogó, ugyanis ugye előbb itt voltak a gyári alkatrészek, és a kipufogó az csak ma jött meg reggel, és így most már bele is akadtam a legelső nagyon komoly akadályba, ugyanis ez a 880-as kipufogó, amit láthatjátok, nem fog passzolni a blokkhoz sem, de nem hogy a blokkhoz se, de a hengerhez se nem akar passzolni. Sajnos. Itt van a bukott kipufogó. Hát ennek talán jobban utána kellett volna járnom nekem is, ami azt illeti, hogy mennyire kompatibilis, de úgy tűnik, hogy a 880-asból volt két fajta. Itt a blokkban is vannak eltérések a kipufogó külső rögzítésénél, illetve a hengeren is. Ugyanis a szokványos 880-as kipufogó nem passzol erre a gépre semmiféle kép. És itt két variáció van. Vagy ezt a kipufogót visszacsinálni, ami szinte lehetetlennel egyenlő. Ugyanis itt a menetek azok már egyszer fel lettek bővítve, meg persejezve, de ugyanúgy kiverődött, mivel hogy ez a része ez mozgott, ez verődött a hengerfal mentén. Ezt a Bence így leszelgette, de hát még így is látni, hogy van benne elég rendesen. És ez ilyen hülye megoldással van, ilyen csipkető fülekkel oldalról, ezekkel, és ebben megy bele egy rúgó, és az húzza össze igazából a hengerrel ezt a kipufogót. És a rögzítés csak annyi volt, hogy itt elől ezen a két ponton, ugye ez kicsit előrébb van, a jobb oldal az 2 centivel hátrább, természetesen az se passzoljon, ugye. Úgyhogy mivel ez a kipufogó, ez bukta. Nekem viszont meg kell csinálnom, úgy döntöttem, hogy ebből a gépből, illetve ebből a kipufogóból fogok mégiscsak építkezni. Méghozzá olyan módon, hogy nem lesz egyszerű, és hát itt az alkatrész cseréléseknek végeit most már tényleg javítanom is kell, most már nekem is, szégyen szemre. De hát ugye ez a kihívás benne, meg ez a szépség, a szakma szépsége. Természetesen én meg azt mondom, hogy ne álljon ennek neki senki. Csak akkor, hogyha megvan a kellő önbizalma, meg a felszereltsége, meg a eszköztár hozzá. De folytassuk csak itt a dolgot. Ezt felteszem oda. Össze lehet hozni, ahogy én nézegettem. Ide kellene nekünk egy közdarab. Így egy alumínium tömb. Ebből fogom megcsinálni ezt a közdarabot oda. És átmenő csavarokkal, illetve anyával lesz rögzítve a torokhoz. Hát játékos lesz. És akkor, ha az megvan, akkor még mindig itt van elől a másik nagyházi feladat. Ugye az első rögzítését innen és innen, ettől a két ponttól ide bevinni, amit nem elég, hogy egy lapososból vagy lemezből egy nagyon erős, én gatter lemezre gondoltam, gatterlapra, de azt még viszont egy ilyen kereszt irányban is meg kell majd merevítenem, tehát a két különböző méretű sínt, ami hátrafut majd és felhajlik a füle oda, ugye, tehát ez egy S alakú vagy Z alakú valami lesz. Azt középen egy lemezzel össze fogom hegeszteni, hogy egybe, mindenképpen egybe maradjon, tehát ne mozogjon jobbra-balra, ne tudjon egymástól külön cidázni, tehát merev legyen, ez a lényege, és akkor már jó minden. Merev legyen és nagyon erős, tehát valószínűleg attól, még az, hogy elhajtani hogyan fogom, nem tudom, megpróbálom megmelegíteni majd és úgy meghajtani,
természetesen előtte megfúrom. Nem lesz egy egyszerű játék, tehát ezt így összehozni, hogy ez a kipufogó passzoljon. Ahogy elnéztem a tetejét, ami hol is van. Na hát elvitte a cice, itt van. Jó, bárcsak már itt tartaná. Hát bőven elmegy alatta. Ez a képzeletbeli ha szelvény lemezből. Hát meg lehet csinálni, csak kellő elszántság, akarat, kitartás, egyéb ilyesmi kell hozzá. Valószínű, hogy ez lesz a gépnek a fénypontja, ha elkészül ez a kipufogó felfogatás. Úgyhogy egy darabig most ezzel elleszek. Aztán menet közben természetesen videó sorozatban rögzítem azt is, hogy hogyan sikerül, illetve hogyan jutok lépésről lépésre előrébb a kipufogó felfogatásával. Na hajrá! Na gyerekek! Hát... olyan nincs, hogy lehetetlen. Lehetetlen nem ismeri. Borzasztó büszke vagyok magamra. Legyen is sikerült összehozni ezt a kipufogót ezzel a géppel. Most már 90%-ig biztos vagyok benne, hogy ez így működni fog. Mutatom, hogy mi a séma, meg hogy az elmúlt jó pár órában mit szenvedtem, mivel szenvedtem. Lépcsőzetesen mondjuk visszafele, hogy ne lehessen majd követni. Itt kapott egy oldalról merevített rámát, amiben menet van fúrva, csak a fogó mögé jönnek fel a fülei. Ugye ez a ráma az innen lett bevezetve az előző kipufogónak a felfüggesztési pontjáról. Illetve még ami kurva sok melót meg időt vett igénybe, az a toldó rész meg mahinálása. Megmutatom azt is. A gyerekek, ne állj neki otthon kézzel. Hát, átforogattam, hogy ezt még láttátok, de viszont a belsejt azt úgy kellett reszelőzni körbe, aztán jó, hát van benne némi vonalkod, az már ott is marad. Furatokat megcsinálni, körbe lecsiszolni, a palástot, minden a kurva anyád. Nem volt egyszerű, rengeteg kurva sok munka. Ennek tetejére még jött ez a láma is ide, hogy ezeket meg kellett hajtogatnom a füleket, ahogy mondtam, és a lemezt alul felül összevarni. Hát itt ezek menetek, furatok meg lettek menettersejező. Az volt egy elgondolás, hogy oda kapni fog egy anyát majd, kontranyát, de sajnos nem fér el az anya oda bentre. Úgyhogy maradtam ennél a megoldásnál. Itt meg a, még egyszer mondom, a ráma. Ugye keresztényhányba is merevítve van, tehát bivaj. Ez így bivaj lesz. Ennek a kipufogónak én azt gondolom, hogy bőven meg fogja szolgálni. Fasza legyen. A tömítés gyanán még majd kell várnom vastag lingeritből kettő ilyen alakot. Hát akarjon jól. Ugye egyet alá, egyet meg majd a kipufogó, illetve a közdarab
Aztán ennyi. Ezt a szépen bele fogok ragasztani minden egyes csavart, tehát ezt is megkészítem, bele lesz ragasztva, aztán senki sehol. Most már vehetem vissza a hengert, mert ezt csak ideiglenesen raktam rá, gyűrűk nélkül, tudja bepozícionálni ezt a szart, de hát még egyszer mondom, Istikének megcsinálom. De másnak, senkinek nem állnak neki még egyszer ennek a melónak. És ugye itt kezdődik az, hogy ezt bármit meg tudsz csinálni otthon, nem tudsz bármit megcsinálni, kell hozzá. Kell hozzá okosság, tapasztalat, rutin, ész, szerszámok, stb. Ennek ilyen hobbi szerelőre álljon neki. Vagy neki állhat. Bár sokra úgysem megy vele. Én tudom, hogy ez nekem sikerült, örülök neki, kicsit büszke is vagyok magamra. Nézzétek el nekem. Kurva sok melón van benne, nem fogom megmondani, hány órát dolgoztam vele, de sokat. Hát csak annyit mondok el, hogy ami alatt a lámát, meg ezt a közdalapot megcsináltam, meg összehoztam, meg hogy minden központban legyen, menetek ugye, stb. Stb. Az alatt ilyen gépből kettőt összeraktam volna, meg szétszedtem volna, úgyhogy ennyit erről. Na, jó van, folytassuk a 880-as, mert mára van megígérve, úgyhogy hajrá! Na gyerekek, eljött az indítás ideje. Megtankoljuk a masinát, aztán beröffentjük. Nézzük, hogy mit csináltunk. Szó. Na. Nézzük akkor. Hányadikra indul, ha egyáltalán elindul, meg hát, hogy milyen hangja. Milyen hangja lesz ezzel az őrületes kipufogóval. Karburátorunk is üres, mert a membránok újabb benne. Úgyhogy oda néz. Ötödikre belő fent. Ez
állítok, hát, hát hogy a határolókat próbáltam megizéni, megsemmisíteni, úgymond. Nagy medve. Nagy medve is elkészült. Szóval meddig fogja bírni az a kipufogó? Hát ezért nem lóg rá. Tehát ez, ez egy régebbi. Itt ezek régebbi olvadások. Nem lóg rá a láncfékkar, de necces. Tehát épp hogy csak elcsattanik a fékszallag, de hát lejjebb nem tehettem, ugye, mert el kell hozni alatt, el kellett hozni alatt a rámát. Így néz ki, ilyen hangja lett, szerintem nagyon fasza lett, nagyon fasza lett. Szerintem Pistike örülni fog neki, elindítom még egyszer, aztán még egy-egy gyönyörködünk, azt elmegyek én ebédezni, addig járatom majd hátul. Utána meg majd csinálunk egy kis vágástesztet, bár vastagfám nincs, tehát... Várjál csak gyújtásja... Mondhatnám, hogy nyers a motor, de a henger szett az nem lett babrálva annyi, hogy két új gyűrűt kapott, de hát azért mégiscsak az új csapágyak, az új szimeringek, az új jelenleg az, hogy szét lett húzva, össze lett, vissza lett pakolva, most még igazodik minden, úgyhogy ja, viszem hátra egy kicsit járatni, aztán jövök vissza majd a vágástesztel, addig is a viszonlátó jár. Wow.
erőpróba. Erőpróba. Ebben a nagy átmérőbe. Nagyobb nincs kéznél. De hát, csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit csinál a gép. Lányok. 880 is elkészült. Igaz, hogy vágásteszt az nem volt valami meggyőző. Be lehet tudni a hátvakaró láncélnek. Ugyebár semmi éle nincs a láncnak, ezt lehetett látni amúgy is a cserfába. Alig találta magát a gép. De én igazából nem is arra voltam kíváncsi, hanem arra, hogy terhelés alatt hogy viselkedik, meg jó, hát ez ennek a gépnek nem volt terhelés igazából. Erre leszek majd kíváncsi, hogy az idők próbáját, hogy fogja bírni a kipufogó szerkesztésem, de szerintem jobb lesz, jóval jobb lesz, mint amilyen volt. Aztán, ha ne adj Isten, cserélni kell, hát majd ugye végül is mégiscsak egy utána gyártott kipufogó, úgyhogy ha eljön az ideje, hát nem mondom, hogy pár forintból cserélni lehet, mert most már lehet kapni a Kertmotornál, ugye, ahogy beharangoztam. Úgyhogy ez a videó is ennyi lett volna. Remélem, jó szórakoztatok. Én megbúcsúzok, mert még várnak a finyírók. Szevasztok!